Meghívott vendégeinket és minden kedves érdeklődőt megjelentett, és köszönöm a figyelmüket és megértésüket. A bizottság tagja előtt ismertek a napirendi pontok. Kérdezem, hogy van-e módosító indítványunk a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mennyiben nincs, akkor szavazzuk meg a működött napirendi pontot. Aki egyetlen tisztelkodásra jelezze, 5 igen szavazott a bizottság elfogadta a napirendi pontokat. Az első napirendi pont a közoktatási intézmények vezetőinek éves beszámolója. Mind Miklósi Vírmagban óvodavezető, Nagy István igazgató azt, hogy megküldték a 2011-12-es leveléséből, illetve tanévről a írásbeli beszámolójukat. Kérdezem óvodavezető asszonyt, hogy ki kívánja egészíteni írásbeli beszámolóját. Nem köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük óvodavezető asszonyhoz a beszámolóval kapcsolatban, észrevételünk, kérem tegyék meg. Először a bizottság tagjait kérdezem, bocsánat. Tessék. Én csak szeretnék gratulálni az a folyó munkához, és köszönöm szépen a beszámolót. Amit szeretnék megkérdezni, kétszer is elolvastam itt a minőségirányítási feladatoknál, amit írtál. A végén az, hogy véleményem szerint ez a folyamat a fokozatos leépüléshez vezet. De miért vezet ez a leépülés? Én ezt szeretném megkérdezni. Az új törvényben a minőségirányítási szerepel. Igen. Tehát ez az előző éves volt benne, de utána kiegész. Külön elmentünk egy előadásra, amit a polgármester úr tartott, megkérdeztük, és egy olyan változtatást kaptunk, hogy a minőségirányítás, hogy abban a folyamon ugye működött. Igen. Úgyhogy a Vánkos Intézményben volt egy minőségirányítási team, aki kérdőívekkel, interjúkkal, stb. Mérte a kvartáját, és ezt összesítettük, hogy ez a dolog nem lesz kötelező. Természetesen csinálhatja az intézmény, de hogyha nem lesz kötelező, akkor szerintem ez elmegy. Azt tanácsolták, hogyha csináljuk, mert ezzel tulajdonképpen a munkánkat tudjuk bizonyítani és megvédeni, akkor azért csináljuk, hogyha majd azok az új külsős ellenőrzések, amiket az intézmény előír, azoknak be tudjuk bizonyítani azt, hogy milyen munkát végeztünk visszamenőre és kárára. De hogyha szerintem ez egy elég adminisztrációs munka, meg ez az egész folyamat, akkor én szerintem, hogyha ez nem kötelező, mert ez oda tudok mondani, hogy valami szinten ez nem a minőségi munkaépülő, hanem ez a fajta ellenőrzés, vagy monitoringozás, hogy nevezzük már meg. Tehát ami a minőségi irányítás, ami eddig működés. Tehát én nekem az, hogy ez egy olyan leépülő, nem szüntették meg, de köszönöm szépen. Így most már egyértelmű. Köszönöm. Köszönöm. A 9. oldalon van itt egy felsorolás, hogy fejlesztés statisztikai részvők alapján. Jól gondolom, ugye, hogy itt a felsoroltak között van átfedés az egyes kategóriák között, mert különben már több mint 100 gyerek. Igen, természetesen van olyan gyerek, aki harmadottan több problémával. És a gyermekvédelmi munkánál egy kritikátor fogalmaz az előtt, hogy azt mondom, hogy rendszer gyermekvédelmi kedvezményt nem tartom minden esetben jogosnak. Ugye ilyen bizottság is vagyok végül is, úgyhogy ezt nem mondhatom, hogy el kell ezen az egyébként, hogy őkor lehet nagyon változtatni, és esetleg az ökodának a véleményét is megkérni, amikor döntünk ilyen dolgokon, mert ugye az, ami mert nem a jövedelmen alapú rászolgóságban, az ökodás munkai kimutatáson, egyébként ezzel már érhetettek biztos, hogy a bizottságen kell, hogy mondjam, mert valóban abból dolgoznak, amíg van, és akkor nem benyújtanak. És hát, valós az, biztos, amit mindannak az apeknél javasol, az van is, csak közben még fut három jó autóval hírja. Köszönöm. Más valakinek? Nekem nem. Itt a második oldalon olvastam ezt a mondatot, hogy a pedagógiai változásokat minden szakmát is otthonnak érti, ezek hangsúlyváltozások, eltolódások az eddigiekhez képest. Ha kifejteni, hogy konkrétan mit is ért ez alatt? A hangsúlyosabb lesz a környezetvédelem, az
egyértelmű szakma. Az orránk a környezetvédelem eddig szabadon választott tevékenység volt, de környezet ismereti témába belefér. Most ez is az orránkban az oktatási tervek, azok nem olyan kötöttek, mint az iskolában. Tehát intézményekként építjük föl, nekünk saját programunk van, abban nekünk szerepel a környezetvédelem, de most a törvényben ezt már kötelezően teszik. Tehát vannak, és ezt én azért nevezem hangsúlyeltolódásnak, mert ezek az összes téma volt, ami eddig volt az oktatási elemekben, de van olyan, amit most hangsúlyoznak. Nagyon rossz érkeznek az anyanyelvi fejlettségi szintje. Nagyon sok kisgyereknek a beszédét nem tudjuk kijavítani, mert a tanulástól végre iskolában is kell velük foglalkozni, és akkor itt most az új törvény értelmében kötelezővé teszik a logopédus, bár nálunk már van. Tehát ez olyan, hogy ez az országos és a helyi dolgok azok eltérnek, és ilyen hangsúlyeltolódások voltak. Ön még lenne, hogy szeretném kérdezni, hogy van-e most az óvodában nyelvoktatás? Mert tudom, hogy egy időben délután bizonyos napokon volt angol nyelvoktatás azoknak a gyerekeknek, akik a szülei ezt kérték. Most van-e ilyen? Van. Angol szolgáltatásra. Uh-huh. Szolgáltatásra vállalkozók vezetik, megbízási szerződést kötünk velük. Az a feltétel, ezt is Hoffmann-Szerűszer állatokászony szabályozta le, hogy egyébként vállalkozási szinten kell csinálni, másrészt pedagógusnak kell csinálni. Tehát nálunk egy óvónő, aki nem alsó megyén dolgozik, ő egy ilyen kísérletbe vesz részt, a Szegedi Egyetemmel lévő Kecskeméten dolgozik, ő jár az oldalába és ő tart angolt. De ez a szülők igénye szerint is nevelésükön tudva, és ilyen szinten tudnak is megtenni. Köszönöm, és nagyon örömmel olvastam, hogy most már az óvoda átadhatja az iskolának a vizsgálati eredményeket. Ugye ebből sokszor probléma volt, hogy amikor bejött a kisgyerek az iskolába, szinte nulláról kellett elindulni, újra kellett a vizsgálatokat elvégezni, mert az iskolának nem volt erről tudomás, ez bizony egy csomó időveszteséget jelent. És akkor hallottam, hogy most a Közép-Magyarországi Régióban írtak ki óvodára pályázatot, és ugye az Alsó-Imedi Szilvánának ez is óvoda nem élt ezzel. Ha erről a bizottságot ennél kedves tájékoztatni, miért nem? Tulajdonképpen több oka van ez. Maga a pályázat úgy van kiírva, hogy nem csak eszköz elhasználásra lehet, és fejlesztésre, hanem van benne továbbképzési kötelezettség, és van benne olyan bizonyos programok, amiket meg kell valósítani. Azon kívül be kell emelni valami olyan új dolgot, ami még az oldalában is. Még ez ilyen, hogy ki kell dolgozni a katonai iskola átmenet, és annak a összes kollégát is ezek a képzéseket szervezni. Most az úgy van, hogy a nevelő testületnek a véleményét megkérdeztük, és a többsége azt mondta, hogy nem szeretném részt venni. Nevelő testület nélkül ez nem működik, mert a továbbképzésre nem a nevelő testületnek kell részt venni. Azt is szeretném hozzátenni, hogy a továbbképzések, a 72 továbbképzés kötelező a óvodába. De az, hogy az óvodával egyszerre nagyon sokan elmennek továbbképzés, akkor helyettesítéseket nem tudjuk megoldani. Ennek nagyon összetett és nagyon tulajdonképpen sok. Megbeszéltük a nevelő testület és a szolgáltatás úgy döntött, hogy nem. Egyébként arra az anyagi erőforrásra, amit takar, arra szükség lenne, de a többi nélkül nem lehet ezt az egészet megvalósítani, és az arány az úgy néz ki, hogy mondjuk ha 10 millió forintot igényelünk az óvoda, akkor 3 milliót lehet felhasználni tárgyi dolgokra, 1 millió 250 milliót szervezés, stb. És a többi lenne, hogy felhozta a továbbképzés is ezek a programok. Köszönöm, én mondjuk szomorúan hallom, mert végig egy pályázat, amit Közép-Magyarországi Régióra kiírnak. Én azt mondom, hogy tudom, hogy Rika is ezt éppen hittelett volna, én úgy tudom használni. Hogyha ez lehetséges, jó lenne. Két dolog, az egyik ebben a pályázattal kapcsolatban nem akar mondja, hogy ugyanilyen pályázat, illetve nem ugyanilyen, bocsánat, hasonló pályázat az iskolától is volt kiírva, és ugyanúgy az iskola vezetése is azt fölmérte, hogy több vagy kevesebb hozódék, mint amennyi értelme van neki. Tehát
kihívtuk a pályázatírót, ott volt az oldalvezető, ott volt az oldalvezető helyettes, jegyzőszom, a Gabi, mint pályázat figyelő, és mondom, itt volt egy, aki egy pályázatírót elmondta az előnét és a hátányát. Tehát egy biztos, hogy ezeket a pályázatokat tehát nem lehet olyan továbbképzésre felhasználni lényegében, mint amit az óvodában most is ugye több jobb módja van, hogy másfogjuk a finanszírozását. Ezeket nem lehet, tehát csak más, egyéb olyan, most nem mondom, hogy mert az úrvalának semmi gondoló továbbképzésekben, mert mondta aztán az igazgató azt mondta, hogy az iskolában is volt olyan továbbképzés, ahol ezek a legjobb szállodában vannak, meg ebéddel, meg vacsorával, meg reggelivel, meg kávészünettel, meg stb. És az igazgató azt is kérdezte, hogy ő jelent erre, de a sallamot nézni, csak a továbbképzését, mert mondták, hogy a bucsi azt úgy nem lehet. Tehát azért ezek tehát jó át kell nézni ezeket, és én azt mondom, csak utána szabad véleményt mondani, hogy kellett volna, hogy nem lehet volna. Ez a pályázattal kapcsolatban, és maga a beszámoló kapcsolatban egyetlen egy észrevételt, és elfogadom a kritikát a képviselőtestület nevében, ami a tárgyi feltételek felsorolásánál, vagy annak a mozgatásánál van. Itt kicsit azért én ezt erősnek érzem, tehát az ennyire nincs rossz helyzet, mint az óra, tehát nincs annyira nekünk kampasnál, hogy fogjuk együtt tudni. Én egy kicsit felkérek az óra vezetésétől, nyilván a település összességét kell finanszírozni, és most ebben az évben valóig azt, hogy lettek olyan kérések utasítva, vagy előttek utasítva olyan kérések, amit az óra föltet, nem hagyjuk a részletet, ezt most megígérhetem. Most tulajdonképpen mondani, hogy az óvodának a 2-3 évvel ezelőtti állapota az volt, hogy sokkal jobb volt, mint a környező és az átlag óvoda. És akkor utána nekünk bejöttek időpontok, konkrétan amit én nagyon hiányolok, az a Rákóczi úton a szigetelés, és ezáltal a tisztasági meszelés és a parkett csiszolás elmaradt. Mert 9 évenként ez kötelező, de én nem tartom helyesnek azt, hogy kimeszedünk, és akkor a szigetelést nem csináljuk, mert a szigeteléssel nagyon sok energiát is meg lehetne takarítani. Tehát ez az egy munka elmaradt. De tudom azt, hogy ez ha a helyre kerül, akkor nagyon sokat lendül, mert az összes csoportra együtt értem, mert úgy van értelme. Történik már ezt a munkát, mi elkezdtük a mosóba. Tehát ez még egy 4 évvel ezelőtti munka volt, amikor ezt elkezdtük. Ez egy elég jelentős összetetőkénykori. Ez az, amit én hiányoltam egyébként, arról az programmester úr véleménye, hogy az óvodánk nincs rossz állapotban. Tehát hogyha akár a körülni polgárhoz, vagy bármihez hasonlítjuk, de már elindult ez a folyamat, és azért nincs rossz állapotban, mert akkor, amikor én úgy érzem, hogy 3 évvel ezelőtt a legjobb állapotban volt, akkor az azért volt, mert előtte is sok elmaradásunk volt, és akkor meg tudtuk csinálni, és akkor a szülők is, alapítvány is besegített, és akkor pedig eszköz normákból sokkal magasabb szinten voltunk, mint ami kell. És most, ha azok csökkennek, akkor még mindig jó vagyunk, de ez sajnos egy folyamat. Köszönöm. Még valakinek a bizottságból meghívott vendégünk a polgármesternek. Köszönöm. Én viszont szomorú vagyok is. Az, mint hogy az óvodában egyre több az a gyerek, aki problémás családból jön, vagy én, vagy gyerek nem tud, vagy nehezen tud beilleszkedni az óvodába. Vagy olvastam itt a harmadik oldalon, hogy a gyerekek változik a társadalom is, és a beilleszkedés és magatartás tanulási nehézségek küzdködőjének száma gyere jobban nő. Továbbá azt, hogy nagyon sok a beszédhibával küzdködő gyerek. Ugye ez mitől lehet vezető azt mondja, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel otthon, nem beszélgetnek vele, vagy rohan mindenki, vagy születésnél is, mert hát nálunk is végül is a 3 gyerek közül a középső kicsikét, hogy nehezebben szólnak, hogy a születési is, vagy foglalkozási probléma, vagy nem foglalkoznak a gyerekkel, a szülőkkel, a családi indítottak. Mert tulajdonképpen kutatják az okait, tehát könnyen összeennyedése is összevezetik, de visszavetvezetni
a technikai fejlődése, arra, hogy nagyon sok rombik baba születik, és hát egyre több, és azok a gyerekek eleve egy biológiai hátrányra indulnak. Tehát ott vannak ilyen részképesség problémák. Ez nálunk tipikusan megjelent. Most nem ettek úgy, de sajnos az olyan gyerekek, akik koraszülöttek, stb. Az orvostudomány is fejlődik, és olyan magzatokat megmentenek, akik más időzetkorában, 30-40 évvel ezelőtt még nem voltak életképesek. És benne van természetesen a családi nevelés, az, hogy hajtunk, rohanunk. De mondom, ez nagyon összetett probléma az, hogy ez mitől van. A tény is az sajnos, hogy logopédiai kezelésen nagyon sok kis gyerek szól. Ennek is nagyon örülök, hogy nekünk teljes állás logopédusunk van, és ezt tudja kezelni. De egyébként a többi probléma is, hát egyre több, azt kell mondom számszerűen, mert vannak olyanok, akik így hallgatottan, tehát akik tanulási, magatartási, fejleszkedési problémája is van. Amennyiben nincs, akkor én zárszóként szeretném a bizottság nevében megköszönni az óvoda minden dolgozójának a 2011-12-es nevelési évben végzett munkáját. És kérem majd a többieknek tolmácsolni ezt a köszönetet. Felolvasnám a határozati javaslatot. A Kulturális Egészségügyi és Szociális Bizottság az óvodavezető előterjesztésében megtárgyalta, és a mellékelet szerint elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé a Szivárvány Nagyközotthonos Óvoda éves beszámolóját. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartásra jelezze. A bizottság minden szavazattal elfogadta, illetve elfogadásra javasolja az előterjesztést. Következik igazgatóasszony beszámolója. Igazgatóasszony, ha megkérhetlek az előterjesztők asztalához felvezetni. Szeretném megkérdezni, látom, hogy igen, ki szeretnél egészíteni ezt a beszámolódat? Amikor a beszámolót beadtuk, akkor még az nem volt tisztázó dolog, hogy a művelődési házak körülötte úszótábor is lesz. Úgyhogy a Szánt Erzsi kolléganőm és a kis Kati a művelődési ház részéről vállalták ezt a feladatot, és ezt a lehetőséget is megadjuk a gyerekeknek. A másik itt az eredményeket összegeztem, de még utána is jött sporteredményről, ami nagyon kiváló sportteljesítmény, a kézilabdások második helyezettek, és még a levelezős versenynél, a természettudományi levelezős versenynél is van jó eredmény, majd a testület ügyéssel ezt a módosítást, ezt el fogom küldeni. Ennyivel szerettem volna kérdészíteni. Kérem bizottság tagjét, hogyha van kérdésük, észrevételük a beszámolóval kapcsolatban, kérem tegyék fel, igazit asszony. Tessék, kérjük, hogy szeretném gratulálni az iskolának a munkájához. Azt hiszem, minden eredményt, amit végignézünk, messze menőleg általánosan az országos átlag felettiek az eredmények. Gondolom, hogy ez az egész éves munkának és a többire tartó pedagógiai programnak a eredménye. És én ezt tényleg gratulálni szeretnék. A pszichológiai munkánál nevezem azt, hogy még 32 alsós és 16 felső tagozatos gyermek van. Érne azt, hogy azért kevesebb a felsősöknek a száma, mert a gyermeket ugye érnek, és a felső tagozatos korukban esetlegesen kevésbé szorulnak, tehát önállóban válnak, életvezetést jobban tanulnak, hogy kevesebb lesz a számukra. Vagy mi az oka ennek? Ez nem folytatódik. Semmi különös oka nincsen, így jönnek össze a gyerekek, általában a súlyosabb eseteket veszünk, lehet, hogy a felső tagozatban több is van, de súlyossági szempontokat veszünk igyelembe, minél több probléma van egy gyerekkel. Tehát most ez a véletlen kapcsán jött, hogy az alsósoknak a száma több, mint a felsősök. A felsősök között vannak elég kemény gyerekek, akik, meg a felsős már szívesebben talán ne is mismásolná a pszichológiai foglalkozásokat, de az osztályfőnök meg a gyermekvédelmi felelősek, hogy oda van a szülő és tájékoztatók lenni, hogy milyen hátrányai lehetnek. Nem, ez lehet, hogy a következő évben pedig kontrollított lesz a... Nem. Még talán, igen, alsó tagozatban ilyen kisebb csoportos foglalkozásokat is szervez a pszichológus, a felsőben pedig ezek a filmklub, vagy közös beszélgetések, vagy a pályaudvariáciás foglalkozások inkább csoportban jobban megnyilvánul a gyerek, és jobban meg lehet figyelni a viselkedését, mint,
mintha esetleg egy órára belül a pszichológus a gyerek tudja, hogy pont őt figyelni, akkor biztos, hogy nem jönnek elő azok a problémák, amik különben megjelenik. És a továbbtanulási statisztikát is néztem, és azért úgy meglepődtem azon, hogy a még 43 főből 23 tanult tovább szakközépiskolában, 2 szakközépben, és gimnáziumban 18, tehát azért most már a pályaorientációjukban megjelenik a gyerekeknél, tehát hogy és a szakképzőknek tudom, hogy eléggé lerombolták azt az imázsát, hogy a gyerekek mondjuk oda menjenek, de azért viszont jó, hogyha szakmát tanulnak. Tehát ez a 23 fő azért elég húzos ebből az a mezőből. Igen, én bízom abban, hogyha visszaállítják a szakmunkásképzőket, akkor ezek a számok is eltolódnak, és mert elég fura helyzetben be kell valani, hogy gyenge képességű gyerekeket is felvettek szakközépiskolába, aztán hogy megállni helyétben sem ezt nem tudni, de hogyha a szakmunkásképzőket visszaállítják, akkor biztos, hogy a szülőket meg lehet győzni arról, hogy sokkal jobb a szakmát tanul a gyereknek, mert utána van lehetőség esetleg az érettségi megtételére is. Köszönöm szépen! Tessék! Évi már kilőtte ezt a kérdést, én is ezt akartam feszegetni, hogy én is örülök ennek a statisztikának, mert valami őszintén éppen ilyenok miatt, hogy azonban az a képző az ott tart, ahol tart, csak lesz ebben egyszerre ölelik, és meg az egész országnak érdekén, azt gondolom. A másik pedig, hogy én azt gondolom, hogy iskolát minősít a leghátsóban, a verseny szerzmény táblázat, mert gondolom, hogy mindenféleképpen köszönjük minket továbbra is a gyerekeket, és tudom, hogy összeadni a gyerekeket, hogy menjenek versenyekre. Mert a pedagógust is minősíti, és hát a gyereket is minősíti, és egyben az iskolát minősíti az, hogy ilyen rangú versenyeken, mint megyei országok, tudom, ezeken a szinteken is ilyen jó helyezéseket elérnek. Én azt gondolom, hogy az iskolának a minősítése mindenféleképpen nagyban játszik, és egész biztos ezért is ilyen népszerű a mi iskolán. Köszönöm szépen! Köszönöm! Más látom? Tessék, nem ehhez gondolnám, csak egyetlen gondolatra belül beszélgettük ezt a szakképzést, meg az érettségit sajnos szembe kell nézni az arról, hogy az elmúlt 10 évben az érettségének az értékét is lerombolták. Tehát ez a másik, amit az elkövetkező évtizedekben bízunk el, hogy vissza fogják állítani. Mert ma napjában meg érettségben sokat minden. Igen, ehhez kapcsolódnék, hogy 20%-os teljesítménnyel valaki kapott érettségi bizonyítványt, most ezt megemelték, 25-30%-ra pontosan nem tudom, de az is elenyésző, amikor nálunk például egy dolgozat előfordul, hogy 50%-tól 2-es, és így kap érettségi bizonyítványt, sőt, mi több, még egy fizetős főiskolára is bekerülhet egy 20%-os érettségivel. Folytatlan a gérben, amit mondta, tipikus volt az idei érettségében jó tudnak a matematika része. Ugye arról írtak az interneten, hogy ez egy általános és jobb általános is, hogy vidáman meg. Megcsinálták nálunk. Akkor ez azt igazolja, amit a gérben mondta. Mi van, akinek kérdés? Akkor igazgató szülnek is szeretném megköszönni a bizottság nevében. Az iskola dolgozóinak kérem, hogy tolmácsolja az egész éves áldatos munkájukat, és továbbra is kívánjuk, hogy ilyen lelkesedéssel, kitartással és örömmel végezzék oktató nevelő munkájukat. Köszönöm. A határozati javaslat, a Kulturális Egészségügyi és Szociális Bizottság az igazgató előterjesztésében megtárgyalta, és a mellékletek szerint elfogadással javasolja a Széchenyi, a képviselőtestület felé a Széchenyi István Általános Iskola éves beszámolóját, aki ezzel egyetért, kérem készüljön. 5 igen, szavazott a bizottság javasolja elfogadásra. Az első napirendi pontot bezártam. A második napirendi pontunk a Szivárvány Napközotthonos Óvoda vezetői állására kiírt pályázat véleményezése. Átadnám polgármester úrnak a szót. Köszönöm szépen. Hát köszönjük, hogy ebben az évben lejárt az óvoda vezetői szövünk a kinevezése, egy pályázat elkiírva, és a pályázattal egy dugóra kiderült, nem tudom, hogy ezt most így kell elcsetelni, hogy miért nem. Tehát lényegében a pályázat beadásáig egy pályázat érkezett el. Ugye a törvény által előírt folyamatokat a jegyzőasszony nevezik, és inkább nem tudom a szót ennek az ismertetésére. Tisztelt Kulturális Bizottság, nagyon nem kívánunk szakorítani a szót az előterjesztésre, de van írva.
Tehát törvényi kötelezettség ugye a három fős előkészítő bizottságnak átadni a pályázatokat. 30 napot kell biztosítani a véleményezésre. Ez megtörtént, ezúton szeretném megköszönni az előkészítő bizottságnak a munkáját. Én azt gondolom, hogy valamennyi bizottsági tag, illetve jelenlévő megkapta az ezzel kapcsolatos véleményeket. Tulajdonképpen a kialakítja a saját véleményét. Ugye itt az előkészítő bizottságnak pedig az volt értelemszerűen a feladata. Most ez egy sajátságos helyzet, hogy pályázat van. Hát előfordulhat otthon, hogy 10-20 éves pályázatunk is van. Az előkészítő, illetőleg a véleményező szerveknek nem abban kell dönteni, hogy kit támogatnak intézményvezetőként, ez nem a képviselőtestület dolga ez, hanem a véleményező szerveknek a pályázókat kell véleményezni, és a megnyitott pályázatot. Ugye ebben a esetben viszonylag egyszerű dolgok volt, hogy egy pályázatot kellett véleményezni, hogy mi volt a vélemény. A szerveknek az írásból mennyien megkapták, összesenével a pályázó pályázatát támogatták a véleményező szervek, és tulajdonképpen a kulturális bizottság előtte hogy az intézményvezetői pályázatok azért kerülnek, mert hogy a bizottság közelteszi a maga véleményét. Mindenhez az anyaghoz, az előkészítő bizottság átadatott anyaghoz, melynek a segedelmével és figyelembevételével tudjuk a képviselőtestület a két pályázat sorsáról. Tiszteletben megkérem a pályázót, hogy legyen kedves az előadó, de előtte ezt az asztalához felvadni. Tehát gondolom, hogy a bizottságnak lesz majd néhány kérdése, gondolata, véleménye, természetesen. Akkor szeretném, hogyha a bizottság véleményezni a pályázatot, illetve ha van kérdése, legyen szíves, tegye fel a pályázónak. Tessék kikezdni. Én hat kérdezem Évától azt, hogy a SWOT analízisben két pontot itt találunk. Az egyik a gyengeségeknél szabadban, kevesebb mozgó gyermek, picit olyan én értetlen válok előtte, hogy ez egy SWOT analízisben belekerül. A veszélyeknél pedig az, az utolsó, az utolsó, az utolsó, hogy a pedagógusok tesztjének csökkenése. Hát lehet, hogy a pedagógusok, ezzel véleményem van, lehet, hogy a pedagógusnak csökken a presztízse, általánosságban, erről lehet, hogy a pedagógusok lehetnek, nem is sokan persze hozzá lehetnek. Én azt gondolom, hogy egy németiről van szó, hogy talán az alsó németire a veszélyek kategóriájában nem tartozik. Hát én úgy érzem, hogy a szabadban kevesebb mozgó gyerekek az bizony veszély, mert a legtöbb gyereket most már kocsiban hoznak óvodába. Egyre kevesebb gyerek van, mint régen, akit esetleg biciklivel, vagy a gyerek saját maga megtanult kerékpározni, és úgy jött óvodába. Most már, mivel a szülők nem alsónyelveti dolgoznak legtöbbségében, ahogy a helyzetelemzésben is írtam, hanem bejárnak valahova dolgozni, így a gyereket kénytelenek autóval hozni, autóval viszi haza, és utána pedig a gyerek bent van a lakásban legtöbbet, és ezért a szabadban így tényleg keveset mozog. Tehát egyre kevesebb az a gyerek, akinek olyan nagy mozgás kultúrája van, hogy az tulajdonképpen a biztonságos fáradozástól kezdve az olyan mozgás koordinációja megvan, a játékokon is például le lehet szűrni a kinti mozgásfejlesztő játékokon is, hogy egyre kevesebb gyerek használja biztonságosan az eszközöket. Egyre több felügyeletet igényel ez. A pedagógusok presztízsének a csökkenése pedig tulajdonképpen az elmúlt évek gyakorlatából adódik, próbáljuk ezeket a dolgokat. Ez egy előre vetíthető veszély. Én nem azt gondoltam, hogy ez 100%-ig bekövetkezhet, de ez fönnállhat ez a veszély. És ezért kell tulajdonképpen, ahogy írtam a pályázatomban is, akár bent a kollégákkal, akár a szülők és az óvoda kapcsolatában, akár a jogokat, akár a kötelességeket teljesen letisztázni, és ezt következetesen betartani, mert ennek a tulajdonképpen a folyamán alakultak és alakulhatnak ki ilyen problémák. És már megtörtént esetek voltak, de ezek a szontanalízisben ezért merültek fel számomra. Folytatnám az adat, hogyha már most itt kettőt beszélünk egyenlőre.
hogy a szabadban keveset mozgó gyermek azt a részét elfogadom, mert arra a szülő tehetek otthon mennyit, de itt ugye az óvodáról van szó, azt gondolom, hogy itt az óvoda gyengeségei között van. Nem az óvoda gyengeségei között. De gyengeségei között. Szabadban keveset mozgó gyerekek, azt gondolom, hogy az óvodában hát annyi játék van, hogy hihetetlen, hiszen hát ilyen annyit írva, hogy mennyit vettek az alapítványra, a szülők támogatása, maga az önkormányzat is rengeteget nyilván, mikor felszereltük az elmúlt évtizedben az óvodát, és mennyi volt. Tehát magyarul a feltételek, én azt gondolom, megvannak ahhoz, hogy a szabadban a gyerekek többet mozogjanak. Tehát mivel ez egy szótanérdézés, hogy a gyereket ugye a családból kapjuk, tehát az, hogy a pedagógiai programot milyen súlypontokra fogunk helyezni az adott nevelési évben, ez végül is erre kellene alapozni, és ez nem azt jelenti, hogy az óvodában mozog keveset, hanem hogy az óvodában kell azt pótolni, amit a gyermek otthon, vagy az otthoni életkörülményei között kevesebbet mozog, hiszen az adottságai megvannak az óvodában kell. Akkor egyetlenül, köszönöm szépen. Még valakinek? Én nem kérdezni szeretnék, hanem én mondani szeretném, hogy a pályázatot formailag a jegyzőasszony elfogadta, a tartalmilag pedig a nevelőtestület elfogadta. Én úgy gondolom, hogy 28 szavazta meg Éva pályázatát, pontosabban vezetővé választását, 50 nem választotta meg. Én úgy gondolom, támogatta, igen. Nekem az a véleményem, hogy a nevelés minden területén teljes egészében kidolgozta a pályázatát az Éva. Én úgy látom, hogy a vezetőhelyettesi munkája az meglátszik a pályázat kidolgozásán, és én úgy gondolom, hogy ha az Évát javasoljuk a képviselőtestület felé óvodavezetőnek, akkor biztos, hogy tartalmas és hasznos munkát fog végezni az óvoda tanulói és a szülők megelégetésére. Köszönöm szépen, és kívánok. Én támogatom, köszönöm. Liza. Kérdés? Akkor én kérdeznék. Olvastam itt a 11. oldalon, hogy sok régi ellenőrzés volt az óvodában. Megkérdezhetem, hogy mikor is, kik ellenőriztek? A sok régi ellenőrzés az a teljesítményértékelésnek az ellenőrzése. Itt az óvodavezető, helyettes, minőségirányítási tím, munkaközösség, tehát ezek voltak az ellenőrzések, és ez az 5 éves teljesítményértékelési ciklus és a minősítéseket takarta. És a százalékos eredményt az értékelés is megszületett. Köszönöm. Itt, hogyha esetleg egy kérésem lenne majd, olvastam a 17. oldalon, hogy a létszámról hiányzás státuszőrösödés esetén a legmegfelelőbb ember kiválasztására törekszik a pályázó, ha majd megválasztják. Hogyha esetleg lenne olyan kérdésem, hogy szerintem ez egy jogos kérdés, hogy ha lehet, van rá szakmailag, emberileg olyan óvónő, óvodapedagógus, aki itt lakik helyben, az lenne jó, hogyha helyben lakót lehetne választani erre a nemes feladatra. Mert tudom, hogy most is dolgoznak Bugyi kollégák ketten is. És akkor még a 19. oldalon a feladatoknál, hogy fejlesztés, tárgyi eszköz bővítés esetén külső anyagi forrás felkutatására is törekszik pályázó. Konkrétan mire gondol? Itt a különképpen a külső cégekkel, akik hasonlóan működnek, azokkal esetben is olyan kapcsolat felvétele, hogy olyan dolgokra lenne szükségünk, hogy támogatnak el az oldalát, amit a megjövőse. Mire gondoltam? Vagy esetleg úgy, hogy szülők által, akik a cégekben dolgoznak, esetleg valamilyen módon egy kisebb a megjelenő forrással, vagy munkával vannak a segítése. Én is leírtam itt néhány gondolatot. Én azt látom, hogy a pályázatból kicseny a nagyfokú gyermekszeretet, a demokratikus elképzelés, az óvodai jó légkör kialakítása, mosolygó alkalmazottaknak lehessen a koordinátora. És azt is, ahogy Erzsike mondta, kitűnik a pályázat véleményezéséből, hogy a munkatársak nagyon bíznak a
pályázóban ezt tükrözi a hatalmas támogatottság is. Egy nagyon picit mondhatnék, én egy kicsit több új egyéni ötletet szívesen olvastam volna pályázatokon. Én tulajdonképpen, ahogy mondtam, én nem szeretnék az agadásokat, akik vannak. Tehát a felé pedagógiai is nagyon sok mindenben olyan sérültettük szerintem az intézményt, ami szerintem ez egy követhető és továbbiakban is működtethető forma. Biztos, hogy lesznek új ötletek, mert amikor a közösségekkel és együtt nevelési elképzelésekkel lesznek új ötletek. De viszont mi is itt állunk a köznevelési törvény változásai előtt, ami rengeteg dolgot fognak megtámolni, akár a törvénymódosításokat, akár olyan szabályzóknak a módosítását, és én úgy érzem, hogy ha tényleg egy mosolyos alkalmazottaknak a koordinátora szeretnék lenni, akkor én nem szeretném egy év alatt úgy kiforgatni az óvodát, ahogy nem kellene, hiszen a fejlődés az folyamatos. És a folyamatos fejlődés az adja meg azt a fajta biztonságérzetet és nyugalmat, amit én szeretnék megvalósítani. Tehát nem az állandó fejlődés, bár szükségünk van az innovatív dolgokra és a változásokra, de én úgy gondolom, hogy a tempó az nem mindegy az alkalmazottaknak, a gyerekeknek és a szülőknek sem. Köszönöm is, és elfogadásra javaslom a közülkezőt. Meghívott vendégeinknek kérdések pályázóhoz. Amennyiben nincs. Tessék a kérdést. Nem szaladtam, csak várom. Én már évikre azt kérdezném, hogy olvasom itt a pályázatban, hogy a döntések előtt mindenféleképp szeretnénk előtt testülettel egyesülni, vagy megbeszélni a problémákat, hogy mi legyen, hogy ezt hogy képzeled el, vagy hogy képzeled, nem tudok képzeled, hogy képzeled, hogy a mindenkiben egyesével, vagy csoportosan erről vagy pár gondolatot úgy látni. Tulajdonképpen megvannak azok az alkalmazott és vezetői fórumok, tehát van vezetői értekezet, és van nevelő testületi vagy óvodai megbeszélés. Természetesen egy munkatervet vagy egy adott programot, ami az évben van, azt előre megpróbáljuk jól átláthatóan szeretném kidolgozni, tehát természetesen akkor a megválasztásom esetén szeretnénk úgy beszélni és kidolgozni, hogy minél zöldkedőmentesen legyen. De mindig jönnek olyan dolgok, ami tulajdonképpen döntés előkészítést igényelnek, és a megfelelő fórumon szerintem ez szükséges kikérni a kollégáknak a véleményét, akár a munkaközösségnek, akár a nevelőtestületnek, akár a közalkalmazottak, a közalkalmazotti tanács tagjait, és ezeket a fórumokat. Természetesen a vezetőnek fel kell vállalni a döntést és a döntésért való felelősséget. Tehát a vezető az, aki tulajdonképpen dönt, de én úgy érzem, hogy a kollégáknak fontos a véleménye, fontos az az irány, amit együtt alakítunk ki. És ez adja a demokráciát, mert a demokráciához nem csak demokratikus vezető, hanem demokratikus alkalmazottak is kellenek. Amennyiben nincs, akkor a határozati javaslatot felolvasnám. A Kulturális Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a mellényiklet és a véleményezési dokumentáció szerint az óvoda vezetői pályázatra érkezett pályázatot, és azt a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartásra jelezze. 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testület felé a bizottság. A második tartózkodás? Nincsen. Ja, bocsánat, tartózkodás? Nem bizonyosági tagnak. Köszönöm szépen nektek! Az augusztus 20-ai ünnepséggel kapcsolatos feladatok közülversennyel, búcsúval és a születőpárral kapcsolatos, akkor így szépen sorba légy szíves tájékoztást. Nem készítettem el most itt egyénileg kiosztott szórólapokat, vagy ilyen írásos anyagot, hanem majd amit most megbeszélünk, és amiben megegyezünk, azt egy ilyen munkatervbe leírom, és azt fogom elküldeni minden egyes érintett személynek. Kezdjük az augusztus 20-ával. Augusztus 20-a hétfői napra esik. Ezen a hétfői napon
gondoltam az ünnepséget megtartani, ami délelőtt 11 órakor egy családi nappal kezdődne, 7 éves foglalkozás, játékok gyerekek számára és a szülőknek, és az ünnepséget, ha nektek megfelel, az gondolom, hogy 19 órára kellene tenni, mert tavaly 6 órakor még olyan meleg volt, hogy igen, majdnem nem nagyon találtuk árnyékos helyet. Kedves előterjesztő, egy kedves kötelességről megfeledkeztem, engedd meg, hogy pótoljam. Polgármester urat szeretettel felkérem az augusztus 20-ai ünnepségen a szüneti beszédet. Ennyit köszönöm. Bízom a pozitív válaszban. Tehát, hogyha nektek is megfelelne, 19 órakor kezdődne maga az ünnepség, ünnepünk műsorral a polgármester úr beszédével, és utána pedig a egyházi áldással, illetve utána egy kis vendégségre ugyanak, ahogy évek során most már szokott lenni. Ebben nem is gondoltam semmilyen változtatást, mert ez így szép mesélt. Csak egy mondat, tehát hogy itt a program most ki fog egészülni az új kitüntetési rendeletünk alapján, hogyha lesz helyi kitüntetett, akkor az augusztus 20-ai ünnepségen kerül átadásra, tehát így ezt majd be kell illeszteni. Hát remélhetőleg a kenyeret azt már a kemencébe fogjuk. És iskolásokkal gondoltad az ünnepségét? Inkább olyan nagyobb gyerekekkel lesz, mert az általános iskolások azért akkor még nyaralnak, ővel többet kell próbálni, középiskolásokat gondoltam. És ez csütörtöki nap, azt hiszem? Hétfői nap. Hétfő? Igen, augusztus 27. Igen. És hát a meghívót úgy próbáljuk meg majd időzíteni, hogy az ünnepi szám időben megjelenjen, és akkor így a minden családhoz eljut a program, és igen, és a maga az esti ünnepség is. Na most igazából a Pörkölt Fesztivált a falunapokhoz rendeltük hozzá, hiszen megbeszéltük azt, hogy bár tavaly volt a Faluház Fesztivál, és idén nem rendezünk egy ekkora szabású ünnepséget, hiszen minden évben nem jubilálunk, de ott azért a falunapokat nem fogjuk elfelejteni, mert igen szépen jött a közönség, és igény is van rá, és már kérdezgetik is, hogy hogy s mint lesz. És abba egyeztünk meg az év elején, hogy szeptember 7-e, 8-a, 9-e lenne a falunapoknak az ideje. Megmondom őszintén, egy kicsit rosszul esett, hogy én akkor körbe telefonáltam az összes környező települést, hogy akkor ne legyen semmivel sem fedés, és nem is volt, mert akkor még a bugyisiak úgy volt, hogy a előtte való héten lesz az ő krumpli fesztiváljuk, és utána se szó, se beszéd, tehát nem viszonozták azt a gesztust, hogy én előtte őket fölhívtam, mert aztán áttették erre a hétvégére az ő krumpli fesztiváljukat is. Tehát most igazából így ütközünk a bugyi rendezvényel, de azt gondolom, hogy annak ellenére mi most már ne változtassunk az időponton. Ismét úgy gondoltam, hogy 3 napot céloznánk meg. Péntek délutánnal kezdenénk, és igyekeztem mindenféle érdeklődőnek és mindenféle korosztálynak olyan programot összeállítani, ami költséghatékony, de elég széles skáláját mozgatja a kultúrának. Dabason működik, ez pontosan most nem üteszem, de Dabas kistérségű képzőművészeti kör, valami ilyesmi a nevük. És ők szívesen eljönnének ide kiállítást tartani, már máskor is voltak, de az már évekkel ezelőtt volt, és rendkívül szép és színvonalas az anyaguk, és németi származású művészek is tartoznak a csoportba. Tehát pénteken délután eljönne szívesen ez a Dabas körzeti képzőművészeti kör, és a Dabasi Zeneiskolának van egy szimfonikus kamarazenekara, és ők is szívesen eljönnének kísérő műsort adni, és akkor itt Dabas város és Németinek lehetne egy ilyen baráti találkozója péntek délután. A fiatalok között megkérdezve, hogy milyen együttes szeretnének itt látni, a legtöbb szavazatot a Magnatum Laude együttes kapta. Hát egyelőre még csak ilyen tájékozódó telefonálásokat rendeztem velük, mivel úgy gondoltam, hogy ezt előtte veletek kell megbeszélni. Most úgy néz ki, hogy azon a hétvégén a Magna Cum Laude ráérne, nem egy olcsó, de nem is olyan borzalmasan drága, egy 800 000 forintos ilyen
tájékozódók árakat mondtak nekem a telefonba, és azt gondoltam, hogy ezt pénteken este 8-ra lenne érdemes tenni, hogy a szombati Pörkölt Fesztivál ne üsse ki úgy a közönség egy részét, hogy már ne tudjon eljönni. A vasárnapi programok pedig meg már szintén nem jó, mert akkor meg már hétfőn már dolgozni kell. Tehát akkor így gondoltam, hogy péntekre hívnánk meg ezt a Magna Cum Laudét, ha ti is ebbe beleegyeztek, 8 órára. Most itt ezt kell majd még eldöntsük, hogy szabadtéri koncertet tervezzük. Semmi. Jó, hát persze, ez még azért is nem írtam le, mert még ez annyira képlékeny, és még ezért nincsenek még lefixált események, se csak tárgyalások. Tehát ez a Magna Cum Laude lehetne este 8-kor, mert ha 4-kor elkezdődik a dabasi művészeknek a kiállítása, azt egy fél órás kamarazene megnyitja, meg egy pár köszöntő gondolat, és igazából az, aki erre a képzőművészeti kiállításra és a komoly zenére eljön, az is eljöhetne, ha akar az esti koncertre is, és nem üti egymást, tehát akkor esetleg este 8-kor lehetne ez. A Pörkölt Fesztivált szombati napra tervezzük, szeptember 8-ára, és úgy gondoltam, hogy mivel a Pörkölt Fesztivál igen sok mindenkit megmozgat, és nem csak a főzőket is, és az ilyen enyhén felszabadult hangulat már inkább úgy este fele szokott elkezdődni, ezért délelőtre és a kora délutáni órákra lehetne már ilyen vendégcsalogatónak különböző programokat. Ide egyrészt azt gondoltam, hogy különböző pavilonokat lehetne felállítani, mert elég nagy a terület ott a faluház környékén, vagy az iskola parkolójába, udvarán. Egyrészt megint gondoltam az egészségügyi szűrővizsgálatot ekkor, ezen a napon megtartani, mert erre nagyon nagy érdeklődés és igény volt. Azon kívül beszéltem az ifjú szerényi házaspárral, akik nagyon szívesen egy pavilonba a hobbiállattartásról, kisállattartásról tartanának előadást a gyerekeknek is, vagy a felnőtteknek is, vagy ilyen tanácsadást, illetve jönnének kézművesek, akik a gyerekekkel ott foglalkoznának, és ők gyakorlatilag, amikor már sötétedik, vagy már a Pörkölt Fesztiválon beindulna a nagy vacsorázás, akkorára ők már a programjukat már igazából akkor befejeznék, és így nem keveredne a két program, viszont mégiscsak a gyerekeknek és egyáltalán a felnőtteknek is már nem csak arról volna szó, hogy jöjjenek ki enni, hanem amellé már valamilyen tartalmas programot is adnánk. Most még beszélgetésben vagyok egy alapítvánnyal, akik családterápiával foglalkoznak, esetleg őket is, ha úgy alakul, ők is ráérnek, akkor szívesen eljönnének, sőt a főzőfesztiválba is, a Pörkölt Fesztiválba is beszállnak, és szintén egy előadást, vagy egy ilyen interaktív foglalkozást tartanának családalapításra készülő fiataloknak, vagy ifjú házasoknak. Tehát nyílt pavilonban természetesen. És tehát akkor ez lenne a szombaton, és a Varga Band az felajánlotta, hogy ők már ott, amikor elkezdődik a vacsorázás, akkor ők ott már elkezdenének muzsikálni, és ha megegyezünk valószínűleg a környékbéliekkel, akkor akinek van kedve, ott egy ilyen utcabálszerű zenélésen meg táncoláson részt vehetne szombaton, addig, amíg kedve tartja. Ez lenne a szombati nap, és vasárnap pedig ismét megrendeznénk ezt a szomszédoló hagyományőrző néptánc és népi hangszer bemutató programunkat, ahova hívnánk a kirakodókat ugyanúgy, és ugyanolyan kis kamarával, mint tavaly. Tehát semmiképpen sem szeretnénk egy ilyen előbúcsút tartani, hanem mégis inkább, hogy azért legyen egy valami kis látnivaló vagy vásárolni való, és itt a következő alternatívákat javasolnám, illetve kérném a tanácsotokat, mert magam sem tudok ebbe dönteni. Ami fix, hogy a Mecsek Néptánc Együttes, rendkívül színvonalas néptánc együttes ezen a vasárnapon szívesen eljönne és adna egy egész órás műsort. 200 és 300 ezer forint között vagyunk most így egyelőre megegyezve velük. Ők egy órás műsort adnának élő zenekarral.
Hát itt majd most akkor az, itt, igen, mert itt most az, attól függően, hogy mit mondotok, én már előzetesen megállapodtam, de nincsenek meg a végleges megállapodások. Pontosan mit kérünk, mennyi pénzt számunk erre, így nem lehetett ezt így már előre cakumpak lerendezni. A költségvetésünkbe belefér, tehát itt arról szó sincsen, hogy itt most plusz pénzt bárki is az eddig elkülönítethez képest kérni akarna. Egyelőre még bőven telik a pénzünkből ezekre a rendezvényekre. Na most itt még inkább azt szeretném felvetni, hogy erre a délelőtt, tehát a magának a vasárnapi programnak az egész napjára, és mondjuk a Mecsek Néptánc Együttes előtt, hiszen azért ők lennének a főműsor. Fölmerült két variáció. Az egyik az, hogy esetleg, miután most idén mi vagyunk a sorosak, de mondjuk ha nem lesz belőle idén már semmi, az se probléma, hogy erre az alkalomra nagy ajtáról hívni meg egy delegációt, akik táncolnának, zenélnének nekünk, vagy pedig, ha őket nem, vagy most úgy gondoljátok, hogy talán várjunk most egy évet, vagy pihenjünk, akkor már Tündivel beszéltem arról, hogy az ő szülőfalujában, illetve azon a Nógrád megyének azon a környékén szintén vannak hagyományőrző néptánc csoportok, és kialakíthatnánk egy ilyen alföld hegyvidéki barát találkozót. Mondjuk a kettő együtt szerintem sok. Tehát vagy az egyiket, vagy a másikat kellene úgy meghívni, hogy akkor fölvesszük a kapcsolatot, és akkor a Mátra vidékről hívjuk a Tündi által ismert hagyományőrző csoportok annyi némelyikét, vagy azt, aki Tündi javasol, és akkor ők lennének az egyik olyan program, ami vendég jelennének meg, és a környékbeli hagyományőrző néptáncosok, és zárjuk a Mecsek táncegyüttessel, vagy nagy ajtáról hívunk vendégeket, ugyanilyen célzattal, hogy ők citeráznának, énekelnének, táncolnának, közben a mi helyi és környékbeli népi táncosaink, zenekaraink és a Mecsek táncegyüttessel zárnunk. Ez lenne maga a falunapnak még egy ilyen lájtosan előadott tervezete, mert meg kell várni, hogy ti mit mondotok, és a konkrét fixálások csak azután történhetnek meg. Na most az volt a javaslat, hogy a születi bál már ne zsúfoljuk ide, ezért a születi bál az előzetes megbeszélések alapján szeptember 29-én lenne. Az egy szombat, szintén szombati nap. Na most, ha gondoljátok, azt is megtehetjük, hogy a nagy Andriakat a születi bálra hívjuk meg, és akkor ott lépnek fel, vagy nem hívjuk meg, ezt most eldöntjük, a búcsú pedig 16-án vasárnap van. Igen. Tehát a búcsú 16-án vasárnap van. Hát a szeptember ilyen szempontból három hétvégére, de tavaly is ez volt, és bírtuk. Nagyon zsúfolt. Nagyon zsúfolt. Jó, hát ezt majd most akkor megbeszéljük, és a búcsút pedig hasonló módon, mint ahogy tavaly kell megrendezni. Most szintén ebben megállapodunk, és akkor jövő héten, vagy már hét folyamán kezdjük felvenni a kapcsolatot, mert akkor az idén is meghívásos alapon történne a búcsúsok meghívása. Most azt kéne eldöntsétek, hogy idén is ingyenesen hívjuk meg, vagy kérünk helypénzt. Ez egy nagyon fontos döntés. Illetve, hogy szerintem arra a szekuritátéra arra szerintem nincsen szükség. Tehát a helyi polgárőrség és a helyi körzeti megbízott szerintem ezt el tudná látni, és akkor nem kellene azt a sok pénzt az őrzővédőkre kifizetni. De hogy ti tudjátok, mert ti voltatok ott, hogy igazából a tavalyi példás rend az ennek az őrzővédő csoportnak volt-e köszönhető, vagy ezzel lehetne spórolni. Akkor ennyi is lehet. És akkor menjünk sorba. Igen. Akkor vagy a búcsúba. Kezdjük a búcsúba. Nem, először a... Szerintem menjünk a sorba. Így jó. Volt egy kis tisztázók érzés, Tim Széla. Könyvzenei koncertünk 800 ezer forintban benne van a színpadtechnikus és a hangosítás. Nincsen. Akkor még hozzá kell adni 500 ezer. 500 ezer. Igen, de még ők igazából azt mondták, hogy engednek az átok.
Jó, hogyha ki kell számolni, hogy így kell támolni. Tehát igazából most összegszerűen, még itt most én nem szeretnék ilyen meredek összegeket mondani, ha ti egyáltalán, mert még az csak volt biztos, hogy egyáltalán beleegyeztek abba, hogy a magnakum blande. Na most, hogyha arról van szó, hogy jöhet, akkor én akkor elkezdem konkrétan megtárgyalni velük, és akkor utána még következő lépés az, hogy egy testületülésre jól lehet. Azt, hogy szerintem nagyanyának föl kell ajánlani mind a két időpontot, és amiket ő választja, azért akkor a távolságból is most tegyük hozzá, hogy olyan szegény településnél, szerintem nem mondjuk meg, hogy mikor jöjjönek, ajánljunk fel a falunapot, ajánljunk fel a születibárt. Ha a születibárra nagyobb létszámmal jönnek, én úgy gondolom, hogy ott is akár még a tánc kezdete előtt mindenképpen műsor, és bármelyik alkalommal szívesen fogadjuk. Igen, én is így gondoltam, hogy ők azért egy érdekes színfoltja lehetnének magának a bár kezdetének is, meg a felvonulásnak is. Na most ott ugye később kezdődik az iskola, tehát ott szeptember első hetében még nincs iskola. Tehát ezeket is be kell kalkulálni, viszont oda is, hogyha valami, tehát megvárjuk a testületi döntést, és akkor azon nyomban írni kell, mert ott is azért már tovább tart az iskola, tehát még most meg tudják szervezni, de hát már nem lehet késlekedni ezzel sem. Még egy, tehát a nincs még a Mecsek Tánc Együttes, hogy ha jól tudom, hogy nincs, hogy ott akkor lévő zenekarra, igen. És 8 tánc tárra jönnének. Igen. Először most úgy volt, amit megbeszéltük, hogy 10 párra. Igen. Na most az, hogy most 200 ezer vagy 300 ezer, az attól függ, hogy hány pár jön, és mekkora buszt kell fogadniuk. Én meg egyelőre azt írtam neki, hogy ezt majd ezen a héten fogom megírni, mert igazából onnan kell kiindulni, hogy a legköltségesebb az a könnyű zene. Az mennyi abból az, ami mindenképpen muszáj, hogy kifizessünk, és akkor ahhoz tudunk a meglévő pénzünkkel gazdálkodni. És hát aztán nagyon meg kell gondolnunk ezt a pörkölt fesztiválos dolgot, ezt nagyon alaposan meg kell fontoljuk, hogy ugyanak 51%-os adó terheli az élelmet. Itt most az, hogy 20 ezer forintokat fizessünk ki, plusz 51%-ot még arra, az nagyon sok, tehát mindenképpen én ki kell, hogy dolgozzuk ezt a élelmiszer csekkes, vagy ezt a kárt értelmiszer bónuszos dolgot. Ezt át kell gondoljuk, hogy hogyan, de mindenképpen valamiképpen ezt így tudjuk kordában tartani, hogyha a Traktorfesztivál jó példájából kiindulva osztunk ilyen élelmiszerkártyákat, és akkor az a pénz, ami az élelmiszerkártyából bejött, tehát nem nyerészkedve, hanem az élelmiszerkártyából befolyt összeget osztuk szét a főzők között. Itt én szerintem ilyesmitet tudunk gondolkodni, vagy ezt még át kell gondolni nagyon alaposan, hogy legyen. Mert én megnéztem a tavalyi költségvetésünket is, és mérhetetlenül sok pénzt elvitt a pörkölt fesztiválnak, mondjuk most nem olyan sokat, hanem az előző évben. Igen, 20 bográcsos volt és 15 ezer forintot adtunk. Igen, de most már majd 30 jelentkező. Tehát ezt azért meg kell gondolni, és azt is, hogyha jelentkezik, akkor nem mondhatod, hogy ne főzzön. Tehát ezen nagyon el kell gondolkodni, illetve az a írtatlan sok pénz elment a születiválog is az ilyen ital meg ételcsekkek, vagy ilyen kis utalványokra, amiket mi ott osztottunk mindenkinek, aki szerepel. Na most az a probléma egyébként a rendezvények népszerűségével, ilyen népszerűségével, hogy egyrészt nagyon örülünk, hogy sok mindenki megmozdul, viszont a költségek is ezzel arányosan nőnek, mert minél több a résztvevő, annál többe kerül. Úgyhogy ezen is így el kell gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a dolgot kordába tartani, mert egy idő után viszont elszabadul, mert hogyha elkezdjük meghirdetni, hogy mondjuk hányan öltöznek be, meg lépnek fel a születi bálon és vonulnak fel, akkor ott viszont ott már akkor nem lehet meghatározni felső limitet, mert mindenki, aki szeretne jönni, az jön. De akkor ígérgetni se lehet ész nélkül, mert az anyagi kereteink viszont korlátozottak. Tehát ezt ki kell dolgozni nagyon alaposan a mikéntjét, és én például már most próbálom így nagyon finoman a kocsisokat is ahhoz a gondolathoz szoktatni, hogy ez a dobálom a dobozos söröket és töltögetem a port ész nélkül, ez nem lehet, már csak a biztonság szempontjából sem, mert némely kocsis olyan tökrészek volt már a templomnál, hogy az óvodásokat
féltünk otthagyni. Tehát ezt valahogy szépen meg kell nekik magyarázni, hogyha elvállalják, hogy hagyják a lovakat, akkor az alatt, amíg maga a menet tart, nem isznak. Hát az természetesen azt ivatnak, hogy nem, azt nem akarnak inni, hát azt nem hoznak magukat. Ezek. Egymást kívánják, persze. Szóval, hogy ezt valahogy okosan majd kitaláljuk, hogy ő. Nem, el kell nekik mondani, hogy jelenleg kell vigyázni. Hát én majd mondogattam, hogy a KRESZ szabályok, meg a rendőrség. A KRESZ az nem volt, hanem hogy vigyázzanak. De hogy nem a KRESZ. Ugyanúgy ő a közlekedésben résztvevő személy, a személyautót vezetne, a lovaskocsit is vezet. Van egy ötletem, majd a körzeti megbízottnak kell kiállni és meglobogtatni a sárkányelőzben. Ha mindenképpen szeretnék valami bűnbakot találni, akire az egészet ráfoghatod, nem én szeretnék az lenni, úgyhogy majd megtaláljuk. Jó, hát azért úgy gondolom, hogy baleset veszély, amikor ott gyerekek mögött megy a lovaskocsi, hogy nyugodtan akár én is felvállom azt, hogy ne menjen a menetbe olyan lovaskocsi, akinek a hajtója tök részeg elvizést, aki félzése. Igen, tehát erre és ez nagyon sokat is spórolhatunk egyébként, nagyon sokat spórolhatunk, mert megfelelődésünk, ahogy a művöltési ház vette nekik a piát, amiből aztán jó nem is fogja. És akkor szóltam, és így volt. Hát akkor menjünk sorjába. Én azt mondja, az elfogadók, hát a Morvai Pityu az egy tökéletes elfogadó, tehát ott a KRESZ, az meg a fár. Van ott több is, ami elfogadó. Nem az, aki kínálja. Akár a bort, akár a sört, akár az üdítőt. Igen, szívesen elfogadó. Igen. Tehát nem az a vegény, aki adja, hanem aki állja. Hát igen, de a másik az, hogy például tavaly is ott a szülők részéről és az óvodás szülők részéről elhangzott ez panaszképpen, hogy ugye a gyerek ott ült a lovaskocsin, és hát ez erre oda kell figyelni. Hát, úgy meg lehet szervezni, hogy azt kivenni a csapatból, aki azt mondja, hogy vállalom és nem is, és azokra bízni az óvodát. Így van, igen. Tehát itt nem is arról van szó, hogy na, hogy ne igyon meg... hogy ne igyon meg egy pohár bort, hanem ez a mérhetetlen vedelés, ez az, amit valahogyan korlátozni kéne. Géza, akkor mondjad, hogy akkor mit hagyjunk ki. Nem. Mert a Géza ugye azzal mondta, hogy ez. Mert nekem rögtön az volt a véleményem, hogy sűrű, én a három szombatot egymás után sokkalom, nem én fogom sokkalni, hanem szerintem a lakosság. Kép szombatra tenném ezt az egészet, és egy közben egy szabad szombatot hagyunk. De hát akkor melyik, tehát hogy a születi bárt, meg a falunapokat vegyük egybe? Valamiért ilyen sok. Na de tavaly épp azt mondtuk, hogy többet ilyet ne csináljunk, mert a vasárnapi rendezvényekre már az egész falu már halott. Hát jó, és három nap lesz a falunap, tehát akkor is a születi bár nem tudott venni. Ugye egyrészt, na most az a lényeg, hogy a születi bár csak szombaton lesz. A Pörkölt Fesztivál csak szombaton legyen. Most ez volt a kiinduló pont, hogy a születi bár és a Pörkölt Fesztivál ne legyen egy napon. De én azt nem értem, hogy szólhatok, hogy miért nem lehet egy napon. Miért nem lehet egy napon? Azt mondtuk, hogy mert akik főztek, azok már elfáradtak és nem váloztak, hazamentek. Na de hát az mondjuk 30-40 ember, a másik 300 az ott marad mulatni. És akkor valamennyire meg lenne oldva azoknak az ellátások is, akik fellépnek. Mert én úgy gondolom, hogy őtőlük nem lehet sajnálni azt az egy tányér ennivalót és azt az időt, hiszen az egész napjukat ott töltik. Persze, és így tudnánk spórolni. Tehát egyébként én is ezt javasolnám, hogy a Pörkölt Fesztivál legyen a születi bárnapján. Úgy, ahogy régen is volt, én mindenképpen ezt javasolnám. Tudni lehet, hogy el is felejtettük, hogyha jól emlékszem, augusztus végén van a Traktor Fesztivál is. 25-én. Tehát akkor ott megint egy szabad hétvége van, aztán a Pörkölt Fesztivál, aztán a búcsú, aztán egy szabad hétvége. Nem, utána három. Nincs három. Kettő. Nincs, van egy szület. Egy hétvége. Igen. Na most azt szeretném még megkérdezni, hogy... Hát ez az, és a másik az ugye, hogy a viszont a születi bállal az a gond a falunapok alkalommal, hogy az 8-án van, tehát az iskola akkor kezdődik. Tehát nem tudják a gyerekeket betanítani. Tehát akkor a de lehet a Pörkölt Fesztivál, meg a falunap is 28-án. Igen, de ez az, hogy akkor meg a... Így van. Tehát még hálat Istennek akkor, hogy csak ilyen tájékozódó leveleket írtam, mert ugye már a meccsek együttese például már ezt a 9-ét lefixáltuk. Tehát mondjuk ez nem biztos, hogy nekik nem jó a 29-e.
tehát akkor már is telefonálok nekik úgy. Én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon nehéz eldönteni, mert ugye azt mondjuk, hogy legyen a faluban mindig valami. Tehát most az Inti azt szeretné, hogy sok minden legyen. Most az a kérdés, hogy lenne erre most érdeklődő, hogy annyi érdeklődő, hogy traktorfesztivál, pörkölt, fejszent verseny, búcsú, aztán a születibál. Tehát ezt is mérlegre kéne tenni, mert nem azt mondják ki az emberek, hogy ó, csak egy születibál lesz szeptember végén. Tehát ez az ember előre nem tudja. A legnagyobb probléma, nem tudom, nem végezzük el. Bocsánat. Igen, bocsánat, tartjuk be. Én azt szeretném megkérdezni, hogy említettél egy kiállítást, hogy ezt az aulában gondolod az iskolában? Ott hát én a művelési házba gondoltam. És akkor ott lenne a nyitóműsor is. Igen. És este pedig ez az együttes, gondolom... Na most ezt kéne megbeszélni, és ez szabadtéri legyen, vagy a tornacsarnokban. És ez egy reggelig tartó buli lenne? Hát ez 8-tól 10-ig tartó. 8-tól 10-ig tartó buli lenne. 11-ig. Igen. Itt az a kérdés, hogy magát a felépíteni a dobogót, meg a hangosítást, az ugyanannyiba kerül kint is, meg bent is. De a bent, még akkor le kell fedni a csarnokot. Igen. Meg még széket, meg mi. Akkor lehet, hogy elmosol az eső. De az meg lehet, hogy elmosol az eső. Hát ezt el kell dönteni, hogy bent legyen a csarnokban, vagy szabad téren legyen. Azt is lehet. Mondjuk az az igazság, hogy sokan vannak, akik ezt a könnyű zenei koncertet a településeken augusztus 20-ára szervezik. Hát nincs beszélgetett. Igen, de mondjuk az már idén nem fog menni, mert a 20-ára már mindenkire szervezik. Igen, tehát ezt mondjuk jövőre megbeszélhetjük akkorra. Erről van. Köszönöm. 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 Van még cihez, vagy gondolatok? Mondjuk az biztos, hogy biztonságosabb lenne a csarnokba szervezni. Igen. De biztos, hogy sok pénzbe kerülne a leterítése. Hát az még egy mennyivel? Egy 60-nal vagy 50-nal? Százasra. Egy százasan még az megnyomja. Ha a benti koncert. Ezért lett volna jó mondjuk a szeptember, mondjuk esti bármikor eset, augusztus 20-án is volt már, hogy már micsoda ítéletidő. Tehát a szabadtéri koncert az egy mindig egy rizikós. Hát ezt el kell döntsük. Jó, én csak annyit szeretnék még mondani, hogy nem bírom ki, hogy nem mondjam, hiszen nem olyan régen mondta a polgármester úr, hogy a kultúra mindig ráfizetés, de valahol mégsem ráfizetés, és én azt gondolom, hogy most ebben az esetben nem szabad a pénz sajnálni. Bocsánat, biztos, hogy nem mondta elsőkkel, hogy ráfizetés valahol. Polgármester úr, akkor beszéltük róla, amikor a művelődési ház átalakításáról volt szó, és én mondtam. Én azt mondtam, hogy az negatív szaldós, de nem azt mondtam, hogy ráfizetés, ilyet biztos, hogy nem. Akkor biztos, jó. Nem mindegy a kettő. Jó, akkor elnézést, én így emlékeztem rá. Lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem szabad a pénzt sajnálni. Nyilván nem kell kiszórni, de hogyha a fiataloknak erre az együttesre van igényük, és hogyha a fellépő gyerekeknek adunk egy tányér ételt, arra se szabad sajnálni, vagy arra se szabad én szerintem sajnálni, hogy a Pörkölt Fesztivált megrendezzük. Persze, csak el kell döntsük akkor, hogy, és hogy le kell ülni, és hogy észszerűen kell rakocsgatni a pénzt ide-oda. Igen, nem is. Én arra kérem a bizottságot, hogy azt mondja, hogy vegye figyelembe, hogy itt tehát különböző ünnepek vagy megmozdulások lennének a falunak, az egy kulturális elsősorban ünnep, és ugye ide bejönne a könnyű zenei együttes, ezt leszámolva, hogy teljesen egy kulturális. A búcsú az egy családi. Na, tehát oda én úgy gondolom, hogy a szervezéssel kell foglalkozni, és az működik utána a saját maga, tehát a feltételeket kell neki biztosítani. A harmadik, a születi bál, az viszont szintén egy szórakozás és egy település hagyományát érti. Tehát nem biztos, hogy a háromban, hogy olyan nagy hibát követik el, mert ezek teljesen más valóban rendezvények. A születi bár nem lehet szeptember vége előtt tartani, mert a gyerekeket föl kell készíteni. Sőt, volt, amikor októberben. Lehet, az tőlem, mondjuk ha nektek az, hogy jobb lenne, átvehetjük. Csak ugye a másik szombat október 6, és nekem az aradi vértanúk napján annyira. És akkor utána meg már 13, és az meg már késő van. Ezért került sor erre, hogy ez. Ez meg a fegyverek. Hát... Volt valami. Támadunk még egyetlen egy dolog, a pörkölköző fesztivál kapcsolatban, Erzsébe maximálisan igazad van. Én a két évvel ezelőtt én is, hogyha a gondolat elmond, vagy akár neveket is mondok, nagyon sok olyan ember volt, aki elázott, mert ott nem csak az iszik, aki fűzi a pörköltet, hanem jó szokás szerint ott vannak a töltények is, aki arra jár, jó barát, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy a
két évvel ezelőtti és a tavalyi pörkölfőző fesztiválon is az ott lévő németi lakosságban felül az erősen érő munkát állapotban volt. Tehát, hogyha ezt bevállaljuk, hogy a születi bálta ezek az emberek így jelennek meg, és ez nem mondja a születi bálta színvonalát. Meg a másik, és bocsánat, hogy a... Tehát én annyit szeretnék mondani, hogy... Nehéz döntés. Én tudnám, hogy tudja, akkor én most próbálnám titeket győzködni, de egy kérdésekkel jöttem én is. Na most, amikor két évvel ezelőtt a Pörkölt Fesztivál, meg a születi, már évek óta együtt volt, akkor ugye fölmerült olyan probléma is, hogy azok, akik főztek, meg azok családtagjai, azok nem tudták meg sem nézni a menetet, mert azok ugye nem tudtak elszakadni két felé. És ugye gyakorlatilag a születi bálból, tehát dönteni kellett, hogy most akkor a Pörkölt Fesztiválon vesz részt, vagy az egész születi hangulatból marad ki, kivéve a bál, mert ugye az, mert a születi bál az éppen csak végállomásában fog megérkezni a Pörkölt Fesztiválhoz, és akkor érkezünk meg, amikor a mindenki mondjuk épp osztaná a vacsorát. És pénteken nem lehet tenni a főzést? Nem, mert már vasárnapra se lehetett, mert már ugye szombaton 30 bográcsos volt, és vasárnapra már csak 14 maradt. Igen, mert ha szólhatok egy mondatot, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy nem tud egymás után két hétvégét feláldozni, mert igaz. Ugye egyik hétvégén születi bál volt, vitte a gyerekét, másik hétvégén a Pörkölt Fesztivál, és nem jött főzni, mert azt mondta, hogy két hétvégén nem tud feláldozni. Inkább az volt az indok, hogy a vasárnapi nem jó, mert meg a piacra már az emberek. Igen. Ez volt a nagyobb, hogy már szombaton bálba vannak, akkor nem mennek piacra, akkor vasárnap sem mennek piacra, és a betakarításnak meg a dandárja van szeptember végén. Tehát a szülő is akkor érik, tehát tavasszal nem tudjuk megtartani. Évikkel csak annyit szeretem volna mondani, hogy azt is, hogy a polgármester úr elmondani, hogy szintén stílusában és egyáltalán hagyományőrzésében a falunapoknak a születi bál szerintem sem passzol össze. A másik az, hogyha a Pörkölt Fesztivál után én szintén ugyanúgy az előző okok miatt nem tenném a születi bált. A másik pedig, hogy ha megnézzük vasárnap, ott van a néptánc, népzene, a néptánc együttes, tehát az meg megint egy olyan tömény dolog, hogy megint nem passzol össze. A Pörkölt Fesztivál. Nem a Pörkölt Fesztivál, a születiben, ja, utána megint nem lehet, a néptánc. Tehát túlsúfolt lehet a néptánc. Igen. Tehát a születi bálon már vendégeket nem kifatunk, mert a magunk gyerekei kiadják a műsort. És a másik pedig a szomszédologhoz, én inkább nem tudom, lehet, hogy egymagam maradok ezzel, de én szerintem érdemes lenne a saját magyar hazánkon belül is egy szomszédolót kialakítani, tehát én például szorgalmaznám azt, hogy ezt a mátrai települést hogy Magyarországon is vannak más tájjellegű, más népviseletek, és más néptánc, és más olyan népzene, amit szerintem érdemes lenne megismertetni itt a helyét. Igen, ezért is merült fel ez az ötlet, hogy most akkor hívjuk ide is. Nem mátrai, pontosítsuk. Palóc-vidék. Palóc-vidék, bocsánat. Palóc-vidék, igen. Nem Palóc. 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 Te is tudod mondani. Jó Palóc. Te is Palóc. Nem, figyelem, Peti. Igen. Hát még akkor is felajánlhatjuk, hogy mondjuk, ha ti úgy gondoljátok, akkor ennek ellenére nagy ajtai aktól megkérdezhetjük, hogy melyik alkalomra szeretnének eljönni, és akkor még a Palóc vidéket is végül is erre a falunapokra akkor is meghívhatjuk, hogyha a nagy ajtaiak is akkor jönnek. Ne adj Isten! Végül is ez nem kizáró, mert ez az, ami nem anyagi kérdés tulajdonképpen, hanem akkor úgy kell beosztani a műsort időben, hogy az mondjuk egy kibírható idővalum alatt zajlódjon. Meg lehet azt úgy is csinálni, hogy jönnek itt, ezek is azok is, ha úgy érzed. Észérve, pró és kontra. Igen. Köszönöm.
Igen, azt mondom, hogy én valószínűleg felé hajlok, hogy akkor. Ami viszont az Erzsékenek igazán, hogy beszélgettünk közben, hogy viszont, hogyha különben a Pörkölt Fesztivál megkerül a Szüreti Bár, akkor így megoldott az ellátásuk a Szüreti Bárosoknak, ha meg külön van, akkor meg ugye gondoskodni kell az ellátásukról. Na most a Szüreti Bárosokhoz ellátásáról eddig is külön gondoskodtunk. De a Pörkölt Fesztivál keretén belül. Hát nem egészen, hanem a betyárban rendeltünk nekik ennivalót, mert tavaly. Hát de az azért, mert hogy folyamatos konfliktusok voltak. Tehát gyakorlatilag az, hogy most a betyárból nekik megrendeljük az ennivalót, az most tök mindegy, hogy ezen a héten rendeljük meg, azon a héten rendeljük meg, mert arra, hogy a Pörkölt, tehát hogy nem lehet az pontosan kiszámítani, hogy mikor ér ide a menet, mikor osztják az ennivalót, és akkor mire megérkeznek hullafáradta, hazaviszik a lovakat, azokat ugye el kell látni, visszajönnek, tehát úgyis a betyárból kell nekik rendelni ennivalót, mert másképpen nem sikerült igazán ezt megoldani maradéktalan. Hát vagy úgy, hogyha egy bogrács, az teljesen arra lesz. Vagy pedig egy bogrács. És akkor megmondani, hogy ennek kell, amit mondjuk akár önkormányzat is vállalja ennek a finanszírozását. Csak lehet. Biztos, hogy olcsó. Tulajdonképpen Bugyin ezt így oldották meg. Amit én főztem, szóval volt ilyen variáció. Én nem arra mondtam, bocsánat. Valás, én arra mondtam, hogy így elkerülhető, hogy biztos, hogy jusson neki. Így van. Itt, ahol akar, ugye, hagyja a... Csak ez a díszlát, de az biztos, hogy van. Na most tavaly... Meg kell tartani, amennyi... Tavaly pontosan ilyen tapasztalat szerzés véget elmentünk a Bugyi Kurumpi Fesztiválra, és ott érdeklődtünk, és ott például ezt csinálták, hogy a fellépőknek az önkormányzati bográcsba volt biztosítva az étel. Aztán utána ettek erre, arra, amara, de az biztos, hogy nem. Mindig így oldottuk. Sőt, úgy, hogy tudjuk, hogy hány körül kell, hogy minden egyes csoport, aki tudta, hogy például hányan jönnek a felvonulásra, a felvonulás, amikor elindult minden résztvevő, aki ott megjelent, kapott egy jegyet, már akkor éppen ezért lehetett látni végén, hogy most 200 felvonuló vagy 250 volt, és teljesen egy katlan kaja főtennek a 250 embernek, és mindenkinek tudta, hogy mert úgy számolták ki, hogy annyi adat legyen benne. Igen, tehát ezt az is ez külön megfőzött. A rendezvény előtt egy héttel pontos adatokkal fogunk bírni, hogy hányan vannak, akkor már mindent, akkor már mindent tudom. Hát akkor... Igen, és akkor azon kell először dönteni, hogy meglegyen ugye minden hétvégére a falunapok. Arra kellene dönteni, hogy hány rendezvény. Igen, nem azt mondom, hogy tehát, hogy a falunapokat... A búcsú és a Szüreti Bár, tehát ez így egy-egy szombat, illetve ott van egy... szombati nap szabad, tehát hogy meglegyen ez a három rendezvény ugye külön-külön napon. Úgyhogy a főzőverseny az a falunapokon szeptember 7-8-9, vagy a Szüreti Bál szeptember 16, és akkor külön csak a Szüreti Bál szeptember 22-én, tehát ne odozunk. Na most én azt elmondanám, hogy ha mondjuk, ha összemossuk, és szombaton Szüreti Bál van, akkor vasárnapra ez a szomszédoló program, ez nagyon nehezen elképzelhető dolog. Már megint. Épp azért fordítva csináljuk, hogy a főzéseik az illeti, ez én azt mondom. Én is hittem én. Hogy akkor tartsuk meg, hogy a 8-án tartsuk meg a falunapokat Pörkölt Fesztivál nélkül. Igen, és a Pörkölt Fesztivált megtegyük a Szüretihez. Ez lehetne még. Mert az biztos, hogy a... Ezt elfér, tehát én azt mondom, hogy akkor nem kell foglalkozni. Esemény, aki akkor megy, ez kész. Akkor a főzővesen születi válaszolja. Akkor viszont, hogyha így döntötök, akkor ezt a egészségügyi szűrés, meg mérjebeket vasárnap délelőtre betesszük. Vagy vasárnap Isten tiszteletet, mi se után. A falunapoknál? A falunapoknál. Mondjuk ne is a Pörkölt főzőversenynél. Mert az tavaly jó volt, mert ugye délelőtt, tehát a tavaly 10 órától kezdődött az egészségügyi szűrés, 11-től kezdtek főzni, tehát gyakorlatilag pontosan, hogy az ott akkor éppen jó volt. Főzőket le lehet szűrni. És sokan eljöttek emiatt is, de mondjuk akkor egyben volt a szomszédolóval is, tehát sok program volt akkor együtt. Igen. Igen. Hát a kérdés az, hogy a szétszedjük a programokat, az mennyire viszi le a látogatottságot. Nézd, a pudin próbálja az evés, meg kell próbálni. Igen. De az biztos, hogyha a Szüreti Bál után már tartalmas rendezvényt a másnapra tenni, nagyon nehéz
Szomszédokkal együtt megy, a kirakodó vásárral együtt megy. És akkor bent az aulában megy a néptánc bemutató, és kint pedig a várakozik a közönség, és akkor ha eljön az egészségügyi szűrésre, akkor lehet utána szívesen bejön már megnézni valamelyiket. Én szeretném is, ha főzni. Igen, és akkor kim van a hintó? Na, tessék. Te? Én nem. Esetleg főzök helyet. Igen. Nem, de azt megtehetjük, hogy te oda teszed, és akkor én kevetetem. Ó, hát az biztos. Fiatal, akkor kell 8 óra közösségi. Ha most sikerül, akkor azt mondod, hogy te főzd. Nem, én azt mondom. Sikerül, akkor azt mondod, hogy hol kell. Ez már részletkérdés, úgy gondolom, hogy ezt beszéljék meg a érintettek, hanem akkor beszéljünk arról és szavazunk arról, hogy a főzőverseny az a születi bál napján legyen. Így van? 29-én, szeptember 29-én szombaton legyen a főzőverseny. Aki ezzel egyetért, kérem kiszfeltartása jelzzel. 5 igen szavazattal. És bocsánat, időtet, az időeltolással nem lehet játszani? Tavaly mikor kezdődött a főzőverseny? Tehát 11-12 azok utána esznek. Amikor odaérnek, hát már 12-től ott készülünk, ott nem fog senki, olyan mindenki ideges, ott nem fog senki leülni. Tehát amikor elfáradva megérkeznek a célba, akkor éles minden. Tavaly külön volt, az idén legyen együtt, és meglátjuk, hogy melyik fog, melyik jobban. És majd jövőre ahhoz alkalmatos képzelő. Nekem is ez lett volna a javaslatom, hogy a születi bár programját úgy kell kialakítani, hogy amikor lezajlott kora délután a nagy, utcai megmozdulás, akkor eleve a főzőket felkészíteni arra, hogy akkora érkezik. Hogy az étel, mondtam egy időpontot, 3:45-4 között legyen kész. De akkor nem érünk az nem érzem. Jó, csak mondtam, hogy igen. Köszönöm. Annyi, hogy esetleg azon is el kell gondolkozni, hogy a programozás időtartamát egy picit lerövidítenie, hogy a programokat nem célszerű lenne úgy szervezni, hogy azok ne vonuljanak a menettel. Hát is akkor tehát az emberek az állnak ki az utcára, hogy megnézik. Így van, a tánc, hogy a kis több magukat táncolni. Nem azt mondom, hogy azok ne legyenek. Hanem lehet, hogyha... Meghadunk nekik egy időt való. Vagy négy, nem tudom, vagy öt megálló lenne. Négy megálló, és hogy... Előbb indulunk, és négyre odaérünk. Négy van, tényleg. És most azt mondom, hogy minden fellépőket táncosnak, hogy 5 perc. Igen. És hogyha nem tartja, akkor zene leáll, és a következő állomás. A szabadra Figyelj, az Ági most betartotta. Ezt úgy fogjuk megcsinálni, megmondom már, így csináltuk legutóbb is. Elmentem a próbára.
És lemértem a próbán. Igen. És kész, befejeztük. Jó. Igen. Akkor lehet erről szól, hogy 10 órakor kezdődik mondjuk a felfújtás? Az a lényeg, hogy 4-re érkezünk oda. 4-re odaérünk. 4-re odaérünk, 6-ig mindenki eszik, iszik. Jó van, sokan hazamegyünk, 8-ra megyünk. Igen, tökéletes. Még ezért utalul is az, aki benn volt. Ez is leszavazunk. Nem akarok újra, mint a mennyi. Akkor kiért az a legyet, hogy 10 órakor induljon a felvonulás. 5 igen szavazattal úgy döntött a bizottság, hogy kérjük szépen a 10 óra indulást. Úgyhogy ilyen gazdag már semmi más. Az esti főzőverseny. Igen. Bocsássatok, hogy 10 órakor... 11-kor inkább. Inkább 11-kor, mert most mondjátok be, hogy 10 órakor induljon. Akkor 8-kor. Ezt a fényképezést. Vagy a 8-9-re kint kell lenni a pályán, a fizikai képtelenség, nem mondhatunk. Milyen fényképezték? Hát, hogy még... És utána nem lehet. Figyeljetek, ha 11-kor elindulunk, akkor is odaérünk. 11-kor. Nem, csak mondhat kapunk. Hát nem, hanem az, hogy előbb. Módosítóink, vágy. Hát figyeljetek, mindegy, az most már, hogy 10 vagy 11. A szervezőre rábíz. Igen, annyi, hogy az indulás a pálya nem lehet, tehát vagy a Suzuki-tól kellene indulni, nincs pálya. Suzuki-tól? Nincs pálya, nincs pálya. Nincs pálya. Tehát, az így, az így, azt tudom, csak hogy a... Igen. Jövünk a szabadságtér, kész. És megyünk végig. Az egész ország látja meg a... Így van. És bocsánatok, mi van? És van annyi hely, kultúráltan össze... vagy bele csorolni, stb. Pályáról nem tudsz indulni az. Csak hogy a rendőrség mit fog ehhez szólni, nem fog semmit sem szólni. Hát akkor ezt lezárjuk, nem zárjuk. Mert akkor még tovább kell az lasszon lenni. Ugye tavaly is az volt, hogy miután csak félpályás lezárást kértünk, ezért nem kellett olyan sokat fizetni, de gyakorlatilag igyekeztek azon nyomba leterelni a főútról, de ott azért hosszasan a főúton. Hát Inci, ott mire te megforogtál a főúton? Tehát sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha... Egyenesen jöttünk volna. Persze, jó, hogy jó, akkor nem mehetünk volna. Úgyis mindenkit kocsiba hozna, autóba hoznak ki már most. Az mindegy, hogy a pályához viszik ki, vagy oda viszik ki. De pályáról nem tudsz indulni. Igen, igen, igen. Partidozó van és kész. Csak bocsánatoknak ott meg a fényképezgetéssel az probléma nem lesz háttér. Majd viszünk oda valami hátteret. Én rasszok, akkor lassan megszabadulok a főzőrendőrök. Igen, igen. 10 órakor gyülekeztek, és majd indulunk. Nem tudom, hogy hol lett a fényképezés. Hát lehet azt jelenti, hogy előre elmennek lefényképezkedni, aztán jönnek. Ott is jó fény. Hát akkor ne a Suzuki-nál legyen a gyülekező, hanem a Tim utcát. Szabadságtér, Olaj utca, Szabadságtér, akkor ezt így megbeszéltük. Van jó. Valami. Igen. Igen. Akkor viszont lehetséges, hogy azt kellene csinálni, hogy akkor ezt a vasárnap 9-ét 8-ára áthozni. Igen. Tehát azt, ami azt a Mecsek Tánc Együttes, meg az egész néptánc programot a szombati napra áttehetjük. És akkor kezdődne akkor péntek délután a falunap, és akkor péntek szombaton. Akkor szombaton lenne egy igazi tartalmas. És akkor az lenne ez a hagyományőrző... És mikor lenne a leutat? Péntek délután, mindenképpen péntek. De az, hogy pénteken este 8-tól 10-ig az van ez a könnyű zenei program, ez a szombat délután nem érinti. És akkor ugye a falunap két nap lenne. És akkor nem három nap lenne. Hát igen, a vasárnap akkor szabad lenne. Igen, igen. Jó. Akkor ez így jó. Nagyon jó. Igen, ezt a... Így van. Ezt most én még akkor át... Most ezt akkor a testület... Aminek lesz a testületi ülés, addig én pontos összegeket fogok mondani, jó. És akkor még alternatív vázat tudok, hogy nem vinnénk testületre. Miért vinnénk testületre? Költségvetésed van. Akkor úgy kell csinálni, hogy kijövünk. Kijövünk. Így van, nem menjünk azon túl. Legfeljebb akkor úgy csináljuk, hogy kijöjjön. Hát van erre félretéletpénz. Nem 5 millió forint. Tunk lett arra, hogy az egész évet ilyen szempontból lefedjük. Most eddig elköltöttünk 300-400 ezer forintot.
Jó, akkor jó. Megköszönöm. Igen. Jó, akkor jó. Jön a búcsú. Mondjuk. Igen. Hát, mondjam, na most a búcsúval az a helyzet, hogy akkor, tehát akkor ez a meghívásos rendszer rendben van, így van, szedjünk el, vagy ne szedjünk. Beszélgetünk apogámes urakkal, hogy szerintem nem nagy összegű, de kellene szednünk egy pénzt. Azt kellene megbeszélnünk, hogy ez hány ezer forint legyen. Nem kérnénk most tombolajándékot, Én nem is javaslom a tombolasorsolást, majd a születék tombolázom. Mert karszalag sem lenne, viszont biztonsági szolgálat kell, és azok, akik tavaly voltak, igen, azok a határozott fellépésű emberkék kellenek, mert így sikerült fél óra alatt ott rendet tenni este. Ja, mert azért lettek, voltak próbálkozások. Nem, tehát a zárás, hogy ugye 10 órakor... 10 órakor zárás lenne, így van, de azért a bejáratokhoz raknánk, de most 10 órakor... 9 órakor, de most 10 órát szeretnék. 10 órát, nem, 9 órakor. 9 órakor. Szerintem 10-ig nyugodtan legyen a szolgálatokat. 10 órakor még szerintem. 10 órát javaslom. Én mondhatom azt, hogy 2000 forintot szedik a sátoktól, csak ilyenképes összeget. Olyanok legyenek hívva, akik népművészeti értékeket képviselnek, viszont a maga a hintással ott kellett túl egy tárgyalás, mert azért tavaly nem tartotta azt a kérést, amit megfogalmaztunk ő felé, tehát a mérsékelt árakat, tehát ő azért ezen egy iszonyú nagyot kaszált, őnek viszont jobban, nagyon mértékben hozzá kell járulni. Beszéltünk már a vállalkozóval, és több is megkértünk, hogy az árakat mérsékelje, és ő hajlandó is volt erre. Hát tavaly is azt mondta. Hát de bízunk benne, hogy le kell írni, szerződésben. Persze szerződést kell kötni, le kell írni benne, és utána pedig rá oda menni, és megkérdezni. Ugye ott tavaly volt meghívva, de nem jött el. Tehát például a Wufi hajtogató az legyen, az ingyenes legyen, hogy járja ott a gyerekeket és osztogassa nekik a Wufit, legyenek ingyenes játékok tovább. Tehát igen, azt meg szeretnénk hívni azt a játszóházat, akik ingyenesen foglalkoztatták ott a gyerekeket. Sikeres volt tavaly a lovaskács is, akik az élő dolgokra járultak. Ingyenes kosaras hinta volt, azt is újra szeretnénk hívni. A népi játszótérről beszélünk, az is ingyenes volt. És a kis lovast is szeretnénk meghívni, de az hiszem, hogy fizetős volt. Az fizetős volt. De népszerű. Népszerű és több játékkel. Abban majd kérem a segítséget, nem játék árus. De szerintem hintából is kellene több, mert ezt panaszkodtak a gyerekek, hogy kevés volt a hintázási lehetőség. Mondjuk a helyszín is behatárolt. Beszéltünk a búcsússal, és hát nagy valószínűséggel el fogja hozni, hogy hát nem viszi át vecsésre ezt a kisgyerek hintát, ami volt két évben is emlékszene, de így bentről indult is fölfelé egy ilyen csavart rendszerben, az nagyon népszerű volt. Lentre a focipályon is most elvesztettünk ezt a programot, hogy mondja, hogy egy gyomítódva ki lesz ott minden valamit, hogy le tudnánk oda vinni lentre, és oda föl lehetne állítani, és azért az nagyon népszerű volt két évben. Igen, nem, mert pont Fecsési búcsú is van. Fecsési búcsú, de azt ígérte, hogy ezt most el fogja hozni, arra megjöttek. Tehát arra kell még gondolni, Sanyi, hogy tavaly is tele voltak az üres rész teljesen rendelkel. Tehát nem zsúfolhatod be játékokkal se teljesen, mert kell az embereknek először. Ugye 1300 ember volt itt tavaly összességében a területen. Ezt lentre gondoltuk, tehát a lenti részre kocipályán hozott, de elférnek, mert akkor a vizelszorgot nem tudom, hogy elhozzák-e. Meg gondoltunk még arra is, hogy lehetne hátul a focipálya végén, de a rendes borítózott, az is népszerű. Az nincs neki, de hát más vállalkozó van, aki el tudná hozni, az is népszerű a borítószor. A sárkosok meg még fent vannak. Igen. Őket lehet még bővíteni arra. Nagy hintát levisszük lentre, ezt a gyerekes nagy hintát, ami az a földbe, az is beleülős kés, és ezt kérdeztek nagyon menő volt két év, vagy három év volt. Tehát azt mondta, hogy elhozzuk, hogy nem viszi a csőzsére. Erről aztán nem kell hozzávaznunk. És akkor ezzel készen is és ha jól látom, akkor a nyílt ülés nagyjából pontjai elfogytak. Köszönöm mindenkinek a aktív közelműködést.